az ostya esetlegesen egy vágy volt, mert kicsiként, és nem voltam teljesen még megáldva arra, hogy megkaphassam, mindig próbáltam így elvenni egy párat a papfiókjából, de természetesen nekem a mindenem, a vallásomnak a jelentését, arra, hogy minden egyes misén tudok vele találkozni, azóta teljesen más az értelme, és teljesen más nekem a lelkembe, amikor az ostyához jutok. Komolyan egy baráttal beszélsz, van egyfajta olyan fajta kötődése ebben a pillanatban az Úristennel és Jézussal és a vallásunk lényegében, hogy hiába egy egyszerű ostyán keresztül, de azzal és azon keresztül egyfajta baráti beszélgetés indul el, és a lelkedben egyfajta bizsergés alakul ki. Ez egy időkérdés, ez egy út, minél az ember gyerekkora óta így elindul. Először olyan szerettem volna lenni, mint édesapám, aki mindig elment, tudjuk nagyon jól, az ostyáért, és én ott próbáltam kezem fogva elmenni odáig a papig arra, hogy mit történik ebben a pillanatban, utána pedig az én pillanatom lett vele. És én szerintem ez mind, ez egy komoly egy baráti beszélgetés, egy olyan testvérrel, aki komolyan hallgat és tud segíteni. Nagyon érdekes, de van egy mese, ami gyerekként próbáltunk így követni, és ez Pinokkio volt, ahol egy tücsök volt a lelkünk. Érdekes módon én nekem a hitem útja egyfajta lelkiismeret beszélt, szóval mindig beszél hozzám, és mindig valahogy a hitem és ennek a hangját meghallgatva próbálok haladni az életembe.